Bevallom őszintén, a dinomániám nagyjából olyan 8 éves korom körül illant el, és azóta sem igazán tért vissza. És valószínűleg ennek köszönhető, hogy a közismert Ark nevezetű survival játék sem igazán csípődött be nálam, valamint hogy a július 14-én debütált Exo Primer-re sem a nulladik napon vetettem rá magam. Erről a címről egyébként láttam anno néhány bemutatót, és úgy egyébként érdekesnek tűnt a koncepció, mely szerint robotszerű karakterekkel kell velociraptorok hordájával hadakozni, úgyhogy néha egy-egy T-rex fej is felemelkedik a háttérben, szóval arra gondoltam, hogy ránézek a holmira és megnézem, hogy mi ez az őrület. És pár pillanat múlva pedig már ti is többet tudhattok majd róla. Én kezdéskor kapásból nulla várakozással ültem neki a játéknak, és hagytam, hogy csak úgy meglepjen, ha szeretne. A harc pedig idejekorán már a menüben meg is kezdődött, pedig akkor még egyetlen egy hüllőszerű teremtmény sem ugrott a nyakamba. Helyette Capcom ID-t kellett létrehoznom, mert enélkül bizony nincsen móka. És ez bár nem az Exo Primal számlájára írom, de azért finoman megjegyzem, hogy az én hancúrlécem kupakja már egy csöppet kificcen a gatyóból a hasonló megoldások miatt. Az ember csak telepítene egy játékot, egy klienst használva, ami mondjuk lehet a Steam, vagy jelen esetben a Microsoft Launcher, aztán meg mindenféle regisztrációt kell még csinálni, hogy az utolsó utáni cégnél is meglegyenek a személyes adataink. Szexi meg minden, de tök jó lenne, ha ez nem így lenne. Na de mindegy, bocsánat, csak felelevenedtek itt az emlékek, és túl izgatott lettem, elnézést. Szóval, ha sikerült megadni az adatainkat és a gyerekkori pucér popsis képeinket is sikeresen megosztottuk a Capcom összes alkalmazottjával, utána már indulhat is a dinó fogocska. És az első pozitív meglepetés egyébként engem itt utol is ért, mert megmondom őszintén, hogy egy alapvetően csapatorientált multiplayer játéktól én nem igazán számítottam semmilyen történetvonalra, de mégis kaptam egyet, ráadásul olyat, ami még úgy érdekelt is. A sztori felütése röviden, hogy van egy mesterséges intelligenciával megáldott entitás, aki csak Leviatánnak nevezi magát. Ő a fő feladatának azt tekinti, hogy baromi erős és hatékony exoszútokat tervezzen. Ezek lényegében páncélok, melyekbe az emberek kis puha testüket belegyömöszölhetik, és ez majd jól megvédi őket a külső negatív hatásoktól. Például mondjuk a Velociraptor karom is ebbe a kategóriába tartozik. Ez így ugye első halásra egy vidám dolognak is tűnhetne, csak hogy a helyzet az, hogy Leviatán barátunknak a fejlesztésekhez elképesztő mennyiségű harci adatra van szüksége, amit utólag kielemezve jobbá tudja majd tenni a gúnyáinkat. Éppen ezért különböző párhuzamos dimenziókból embereket szippant be, és hát kvázi kényszeríti őket, hogy segítkezzenek a kutatásban. Ezeket az eseményeket Wargame-nek nevezi, és nagyjából úgy is áll a harcokhoz, mintha csak egy játék lenne. Neki mindegy, hogy ki él és ki hal, ami számít, az az adat, amit kinyer a harcokból. Ha sikeresen veszük az akadályt, akkor meg leszünk dicsérve és megköszöni a szolgálatainkat, ha viszont elbukunk, akkor úgy onnantól megkapjuk a haszontalan legény vagy leány titulust, és könyörtelenül szétszedett minket a dínókkal. Azt hiszem, ezzel az attitűddel a toxikus munkaadó fogalmát most sikerült újra kereteznünk. Szóval a játékos feladata, hogy harcoljon és kiszolgálja a Leviatán igényeit, illetve rájön arra, hogy hogyan tud meglépni ebből az örökös körforgásból. Az elvárt feladat elvégzésére egyébként több exoszút is rendelkezésünkre áll majd. Ezek mindegyike eltérő szerepkörben tetszeleg. Az szólt azoknak, akik szeretik, ha a puska hangosan ropog, tank, hogyha inkább a frontvonalban állva szeretnénk árnyékot adni társainknak az ellenséges támadókkal szemben, és végül a support, akivel a sérült társainkat fixálhatjuk meg, esetleg egyéb buffokkal kedveskedhetünk a többieknek. Már kezdéskor is lehet válogatni különféle páncélokból, viszont lesznek, melyek állokkolásra szorulnak. A team mérete egyébként 5 főt számlál, és érdemes lesz figyelni, hogy ki mivel játszik, hogy a performancia elérje Leviatán által megkívánt szintet. Alapvetően 2 játékforma közül választhatunk majd magunknak, az egyik a PvP, a másik meg a Csalóka nevű PvE. Azért trükkös a PvE megnevezés, mert hát lényegében itt is az ellenfél csapatával kell majd mérkőznünk, igaz, itt nem lesz direkt kontakt. Egy meccs egyébként úgy néz ki, hogy ledobnak minket egy pályára, és ott területről területre szaladgálva jönnek majd tömegével a leidézett dinoszauruszok, akiket a lehető leggyorsabban kell majd leszerelnünk. Ha megvagyunk egy hullámmal, akkor Leviatán közli velünk, hogy egyébként gyorsabbak voltunk-e a másik csapatnál, vagy sem, és már mehetünk is tovább a következő tetthelyre. És ez így megy az utolsó helyszínig, ahol megjön az eredményhirdetés.
A wargame után XP-t kapunk, ahol egyrészt a fő accountunk szintje nő, valamint a harcban használt exoszúté is. Ahogy pedig szintezgetünk, úgy válnak elérhetővé extra fejlesztések a ruhákhoz, amivel könnyebben vehetjük a további akadályokat. A sztori pedig aszerint fog göngyölődni, ahogy teljesítjük a játék által kitűzött célokat. Az Exoprimal nem egy bonyolult játék, az ember két kör után már nagyjából tudni fogja, hogy miről van szó, és onnantól csak a ruhák próbálgatása lesz az, ami még kérdéses, mert az exoszútok teljesen eltérő képességekkel operálnak. Éppen ezért érdemes lesz jól szétnézni, hogy kinek mi lesz a nyerő, mert az eltérő skillek teljesen más harcmodort is kívánnak majd a részünkről. Ez a része egyébként tetszett is a játéknak, mert bár nincs végtelen számú szút, az igaz, de ami van, azon azért azt éreztem, hogy ki lett találva, és van mögötte koncepció. Egy-kettő pedig még fazonra is bejött. Néha-néha még a régen elsorvadt Warframe izomcsoportom is megrándult, ami részemről most egy óvatos bók az Exoprimal felé. Mindazonáltal nem állítom, hogy meg is van az új szerelem, mert hát tartalomban azért érzek még némi hiányt a játék részéről, hogy azt mondhassam rá, hogy hosszabb távon is meg tudja állni a helyét. Egyrészt a kettő játékmód hát elég kevéske, főleg, hogy majdnem teljesen hasonlítanak egymásra. A PvP módban a végjátékban kell egy kocsit betolni a célba, ami a PvE részben nincs, de hát nagyjából ennyi a különbség. A pályákból sincsen végtelenül sok, nekem 10 meccs alatt talán 2, ha váltakozott, de hát az is lehet, hogy ugyanazon a pályán játszottam, csak mondjuk más részein. A dinókból is inkább a mennyiség dukál, mint a változatosság. Mondjuk idővel azért lesznek úgynevezett neosaurusok is, melyek az alapváltozatok mutáns típusai. Ezek erősebbek és veszélyesebbek a hagyományos verziójuknál. Az alapokból 10 eltérő van, míg a neo változatokból 8 fog minket boldogítani. Amit kifejezetten sajnáltam, hogy kezdéskor generált karakterünk nem kapott semmilyen szinkront, és ez határozottan rontotta nálam a sztori átvezetős részek élvezhetőségét, mert emberem olyan benyomást keltett a jelenetekben, mint akit csecsemőkorában fejrejtettek, miközben a főnővér dekázott vele a baba mosdató helységben. Bárgyú néz, néha vihorászik, meg egyszer-kétszer kalimpál a kezével. Cuki meg minden, de hogy az első dinó cafatokra tépné ezt a fazon, na az 100. A grafikával kapcsolatosan is vegyesek az érzéseim, mert egy-két effekt elég jól villan, meg a karakterek is szépen ki vannak dolgozva az átvezetők alatt, viszont a pályák, hát azok elég szögletesek lettek. A dinók is egy másodperc után tűnnek el holtukban, nehogy a sok tetem FPS dropot eredményezzen, viszont mivel többnyire a pályát és környékét fogjuk stírolni, így ez most inkább negatív irányba billentette az érzést a kinézet kapcsán. És az Exosuit balanszon is kell majd még egy kicsit csiszolni, mert a gyakorlat azt mutatta, hogy a Barázs nevezetű gránátvetős forma hát igencsak dominál a pontozások során. Az esetek 90%-ában az MVP is azon játékosok közül került ki, akik vele nyomultak. A végére pedig még annyi, hogy az Exoprimal jelenleg még csekély mennyiségű kontenttel rendelkezik, és ahogy néztem, később sem fog világot megváltani a játékmenet tekintetében, de ha a Capcom nem veszi el a gázt ideje korán és szorgosan tolja bele a lóvét meg a kontentet, akkor akár még ki is terebélyesedhet majd a dolog. Van már egyébként egy roadmap is, hogy mit terveznek a srácok, és ahogy láttam, új Exosuit variációk, új pályák, és teljesen új ellenfelek vannak kilátásban, valamint még egy tök új játékmód is. Mivel Game Pass keretein belül szabadon kipróbálható ez a téma, így a kisebb baráti társaságok szerintem tehetnek vele egy próbát, mert még ha nem is köti le az embert hosszabb távra ez a cucc, azért egy-két estébe nyúló délutánt bele lehet ütni a haverokkal, de jelenleg így ennyi. Minden másra meg ott a Mastercard. A legközelebbi viszont találkozásig pedig hosszú és eredményes játékot kívánok. Legyetek jók, sziasztok!